videó- és fotostúdió, felszerelések bérlése, műsorunk technikai partnere a digitalworld.hu. Privát rendezvények, workshopok, fotózások, a helyszínt a Chill Home Studio biztosította. Sziasztok, én Dobai Ati vagyok, ez pedig itt a Dobai Ati Show. Hogyha kimondom azt a szót, hogy legjobb barát, akkor biztos vagyok benne, hogy mindenkinek beugrik legalább egy olyan személy, akivel már túl van több nagy lelkizős estén, nutellát zabálós éjszakán, akivel ismeritek egymás legsötétebb titkait, azt is, hogy kivel, hányszor, mikor és hol. Akivel már volt legalább egy olyan veszekedésetek, amire úgy gondoltatok vissza, hogy Jézusom, két ekkora idiótát. Megvan? Akkor írjátok meg kommentbe. Szóval a mai adásban én is ezt a személyt hívtam meg, és megmondom őszintén, hogy egy picit izgulok, mert úgy érzem, hogy nehezebb dolgom lesz vele, mert ismeri minden egyes mozdulatomat, minden taktikámat, úgyhogy meg kell próbálnom kimozdítani a komfortzónájából és meglepni őt. Meglátjuk, hogy sikerül-e. Mutatom, hogy mi vár rátok a mai adásban. Aki követtek a social médiában, azok számára nem lesz nagy meglepetés a következő vendég, ugyanis már rengeteg vicces posztom, sztorim van a következő hölgyel, és azt hiszem nyugodtan állíthatom, hogy én vagyok a személyi fotósa. Mindjárt kiderül, hogy mit gondol ő erről, de előtte tartozom nektek egy vallomással, ugyanis ezt az adást egyszer már leforgattuk, és mivel ez a bizonyos hölgy túlságosan jól ismeri minden mozdulatomat, minden egyes kis taktikámat, ezért nem úgy sültek el a játékok és az ijesztéseket szerettük volna, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy újra felveszünk a mai adást, mármint, hogy azt az adást újra leforgatjuk, és megpróbáljuk kizökkenteni egy picit a komfortzónájából, a régi adásból pedig majd kaptok egy extra vágatot, de most fogadjatok sok szeretettel Görvényi Fruzsinát. Na, hát el kell mondanunk, hogy ezt a felkompot most veszük fel másodszor, de na, csak nem azt akartod kérdezni, hogy hogy telnek a napjaim. Nem, azt akartam kérdezni, hogy hogy vagy. Nagyon jól vagyok, nagyon jól vagyok. Az ünnepi hangulat már eluralkodott a lelkemben, úgyhogy sütök, főzök, tegnap csináltam egy tök jó karácsonyi vacsit, és képzeljétek el, hogy már annyira képzeljétek el, hát képzeld el, Atti, mert hogy nyilván senki nem veszi fel ezt a műsort itt, szóval, hogy hozzád beszélek, szóval, hogy képzeld el, hogy arra gondoltam tegnap, hogy csináltam egy ilyen kacsát, meg hát ilyen kis karácsonyi menüt, és hogy szerintem az emberek, ki fognak égni karácsonyra, mert már mindenki, ugye hazaérünk sokkal hamarabb, már mindenki díszítgált, sokkal hamarabb elkezdődött ez a karácsonyi mismásolás, és én is félek, hogy ki fogok égni. Egyébként ez igaz, mert hányadika van ma? Soha nem tudom, hogy hányadika van. December valahányadika van, de tizenvalahányadika. Tizen... Tudja valaki? Egy. 11. December 11-e van, és pont tegnap néztem egyébként én is így az Instán, hogy egy csomó ismerőse már elkezdett fát díszíteni, lakás, mindent, és én is azt éreztem, hogy ez nekem korai, hát mi 24-én szoktuk feldíszíteni. Mi is 24-én szoktuk, még kiskoromban, és akkor jött a Mikulás, Jézuska. Oh, egy pillanatra amerikai kislánynak éreztem magam. Ugye voltál már francia kislány, oh, most itt amerikai kislány. Így van. Na figyelj, ha már a social médiáról beszéltünk, akkor felteszem újra a kérdést, nem tudom, múltkor is feltettem neked, hogy ha megnézem az Insta oldaladat, akkor azt látom, hogy minden egyes kép körül van egy kis fehér keret, ezáltal egy ilyen szuper kis összhang, egy egységet látok. Egyébként ez az összhang és egység, ez igaz a mindennapjaidra is? Kérdéssel felelek a kérdésre, szerinted ez igaz? Mivel jól ismersz engem. Őszintén válasz szeretnél? Igen. Hát nem igazán gondolom úgy, hogy 100%-osan igaz a mindennapjaidra is az, ami az Insta oldaladra, ugyanis egyik nap, amikor el akartunk indulni otthonról, nem tudom, 4-szer vagy 5-ször visszafordultál, hogy ezek ilyen tipikus női dolgok. De egyébként én úgy látom, hogy egyébként ez azért van ez a visszafordulás, mert ilyen mániás vagyok, mert mint hogy ellenőrizgetnem kell, hogy nem hagytam ezt bedugva, azt bedugva nem fog, ez vagy az felgyulladni. Úgyhogy ilyen paráim vannak, mert van olyan ismerősöm, aki mondta, hogy nekik bizony bedugva maradt a laptop, és leégett a felső szint, szóval azóta nagyon parázom. És hát mindig parkolóhelyet keresel. És mindig parkolóhelyet keresek egyfajtában, most is. Már most is keresem azt, ahol nem is tudom, hogy hol fog menni. Te már mindig előre gondolkodsz. És Fruzsi, ugye a színészet mellett neked van egy óriási másik nagy szerelmed, ami a... Az állatok.
Nem, azon kívül. Ja, azt hittem, hogy a pornót mondod és lebuktatod magad. Na, hogy a főzés. Neked ugye vannak ezen mindenféle komoly... Egyáltalán hogy jött a te életedbe az a főzés iránti szeretet, tésztagyártás? Úgy jött a főzés, hogy nagyon... Amúgy anyukám nagyon sokszor mondta, hogy menjek, nézzed már, Fruzsina, hogy hadd csinálom a húslevest, és soha nem néztem, nem érdekelt. És aztán volt egy fiú, még akadémista koromban egy férfi fiú. Egyébként mindjárt szól lesz még ezekről a férfiakról. Igen, igen, jó. Na mindegy, és az a lényeg, hogy az ő kedvéért kezdtem el főzni, mert egyszer nagyon beteg lett, és hát ő nagyon szerette az ilyen mindenféle gyors ételmi kajákat, hogyha, vagy nem tudom, mennyire lehet kimondani. Mondd, bár itt bár. McDonald's, KFC, minden ilyen szarságot szeretett, és akkor nagyon megleckésztettem, mert elmentem, és a Mekibe kértem ezt a legnagyobb zacskót, amiben ezt a barna zacskót, amiben adják a kajákat, és én egészséges csupág és salátát csináltam neki, csirkét, meg mindent is beletettem, és akkor ott álltam esőben a kapuja előtt, és akkor tudtam, hogy ő beteg, és vittem neki két óriás zacskó, hát látszólag meg is kaját, de nem meg is kaja volt benne, hanem csupa egészséges, és nagyon, nagyon ízlett neki, tehát nem hiányolta, hogy most miért nem cheeseburger van benne, meg mit tudom innen. Sajburger, mondjuk így, mert magyarul. Én amerikai kislány vagyok, tudom. Szóval, hogy és akkor annyira ízlett neki, és annyira jól esett az, hogy ő így nagyon szereti ezt, hogy rákaptam, és minden hétvégén főz. Hétvégén, minden héten. És az összes spórolt pénzem kajákra ment rá. És ugye rájöttem, hogy amúgy főzni sokkal drágább, mint hogyha megveszed bárhova elmész. Igen. Rafinált amerikai kislány vagy, azt kell mondjam. Na és milyen komolyabb terveid vannak a főzéssel? Hát mindenkit meg szeretnék főzni. Nem, egyébként most pont, na ezt nem mondom, mert ez csúnya, a mai világban nem lehet ilyet mondani. Jó, mindegy, ezt mondd ki, nem, mondd ki, nem akarom kimondani, hogy a rosszistának végeznek. Nem, csak egy vicc, egy rossz vicc lett volna. Szóval, hogy mit is kérdeztél? Vannak-e komolyabb terveid ambícióim? Igen, mert hogy a tészták készítésére is nagyon ráálltam, és hát valószínűleg ebből egy komoly biznisz lesz, mert minden előkészületet megtettem, hogy akkor, amikor vége ennek a csúnya világnak, és következik a jó világ, akkor beindíthassam a tészta bizniszt. Mikor robban a tészta biznisz? Mikor a várható hát, nagy robbanás? Nagyon remélem, hogy tavasszal. Jó. Igen. Na, és Fruzsina, nemrégiben ugye érkezett egy nagy bejelentés, minek alapján 23 év után megszűnik a Barátok Közt című sorozat, ami számomra egyébként Erdélyben is olyan volt, hogyha azt a szót említhetünk, hogy magyar televíziózás, magyar sorozatgyártás, akkor biztos, hogy az első három gondolat között nálam például az első helyen az volt, hogy Barátok Közt, amiben egyébként még nem szerepeltem, egy picit neheztelek is ezért a csatornára, de mindegy, hagyjuk. Majd szólok az érdekedben, hogy hát, ha így a végén, így a vége-vége főcíme. Csak tudod, annyi lenne, lemegy a vége főcím, utolsó epizód, és Attila, igen. Egyébként tök jó, hogy ezt mondjuk, hogy a vége, mert szerintem én ugye 5 éve vagyok benne ebben a sorozatban, tehát azért nem éltem végig mindent, amit lehetett, viszont arra büszke vagyok, hogy valaminek a legvégében, a lezárásában lehetek benne, és szerintem azért jó, ugye mondják, hogy a nézettség stb. Eset, stb. Nem is tudom, hogy ezt hogy fogalmazzam meg jól, tehát hogy erre fogják az egészet, és nyilván ebben van valami igazság, hiszen egy sorozat 23 év után csoda, hogy működik, de én azt gondolom, hogy dicsőséggel zárul ez a sorozat. Én is így gondolom. És mit érzel, hogy ha megnézed a te Barátok Közös karrieredet, hogyan épült az elejétől addig, ameddig most tartasz? Mármint, hogy a karakteremnek az éve, vagy pedig a saját magad? Saját magad. Hogy hát, így vagy sikerült beilleszkedned, kapcsolatokat építeni, akár kapcsolatok megromlottak, javultak. Hát bár neked ezt már mondtam, de a kedves nézőknek mondom, hogy én úgy kerültem be a sorozatba, hogy a Trokán Péternek voltam a kis felesége, a kis nőcs. Hát nem nőcs, én felesége voltam. Mikor fölhívtak engem, akkor meg is lepődtem, hogy a Trokán Péternek leszek én? Felesége? Mi? Hány éves voltam akkor szerintem, vagy 20, hány éves vagyok most? 31? 5? 26. 26. Yes. Szóval 26 éves voltam, és rögtön valami részeget kellett játszani, úgyhogy nagyon paráztam, ezt nagyon el lehet mondani, hogyha rosszul csinálod, és pár epizód erejéig lettem volna benne csak, és aztán úgy megtetszett nekik a karakterem, hogy a Trokán Péter szegény már megölte a Miki, a Miklós karakter. Nem a Trokán Pétert öltem meg, hanem a Venkő.
Fú, már azt nem hogy hívták. De a szereplő, igen, a szóval a karaktert megölte, és én mégis ott maradtam, és azóta is ott vagyok a Mátyás Király téren. Örülhet, hogy befogtam. És keltem a feszültséget. Na és kivel volt a legtöbb jeleneted az 5 év alatt? Hú, hát szerintem valószínűleg a Solti Ádámmal, mert vele nagyon hosszú ideig voltunk szerelmesek, és nagyon jó is volt vele minden, annyira kis empatikus fiú, meg na, szóval nagyon jó volt vele. Jó, hogy nem egy olyan partnerem volt, akinek én nagyon, aki mellett én nagyon nagy megfelelési kényszerem van, mert nekem amúgy is van erre a hajlandóságom, és jó, hogy be tudtam mellette lazulni, és nagyon könnyen ment a beilleszkedés. Valami legviccesebb, legemlékezetesebb forgatás jelenet? Hát sajnos mindig azt mondom, mert tényleg az volt a legemlékezetesebb, amikor elraboltam egy gyereket, és szegény gyerekkel erkélyen kellett majdnem kiugranom. Hát nyilván ez amúgy nem volt nagy magasság, de nézők azt a látványt keltették az alkotók, hogy nagy a magasság, de az nagyon emlékezetes volt, mert ott 2 napig tényleg sírtunk, nevettünk, és ez necces volt. Még egy utolsó kérdés, mik a terveid a sorozat utánra? Egyrészt ez a tészta biznisz beindítása, szeretnék mindenképpen szem előtt maradni a médiában, ezen dolgozom most, de Babonában nem merek még erről semmit mondani, és hát nem tudom, bármi lehet, nyitott vagyok és csak előre nézek. Jó van, Fruzsi, köszönöm szépen, ne menjetek sehova, mert játszani fogunk. Az első játék, amit játszani fogunk, az a Jinx nevű játék, ez megvan a Jinx micsoda? Amikor egyszerre ugyanazt a szót mondjátok, ugye akkor szokták azt mondani, hogy Jinx. Egyszerre ugyanazt a szót mondjuk, akkor igen, azt mondjuk, hogy Jinx. Igen, való életben véletlenül ugyanazt a szót mondjátok ki. Vagy ugyanarra gondoltok. Nyilván ki kell mondanatok, mert hát a gondolatokat nem látjátok. Na, minél többet beszélsz, annál jobban nem értem, úgyhogy játszunk. A játéknak az a lényege, hogy mondok egy kategóriát, például bútorok, és elszámolok 3-tól visszafele, és amikor az 1-hez érek, egyszerre ki kell mondanunk abból a kategóriából azt az első dolgot, ami eszünkbe jut. Akkor szerzünk pontot, hogyha ugyanarra gondoltunk. Aha. 5 pontig. És akkor mondani kell a Jinx? Igen. Jó. Ez olyan, mint az Uno-ba, hogyha nem mondod, hogy Uno, akkor rossz ki vagy? Kicsit, akkor rossz vagy, igen. De figyelj, mondom az első kategóriát. Attilával soha ne játszatok Uno-t, mert őrült nagy csaló. Senki ne játszom vele, nagyon rossz. Ez felháborító ez. Majdnem erre ráment a barátságunk egyébként. Tényleg. Na figyelj, mondom az első kategóriát, gyümölcsök. Figyelj. 3, 2, 1. Mandarin! De miért? Hát alma az a legalább. Mandarin van ott, ami. Hol? Nem ott, otthon. Na. Mindegy. 3, 2, 1. Körte. Ja, most meg. Egy új kategóriát. Jó. 3, 2, 1. Dínje. Citrom. 3, 2, 1. Ananász. Jó, ugyanazt nem lehet? Nem. Jó. Vagy lehet, nem lehet, játszok. Jó, lehet, lehet. Hát, jó, de most akkor ne lehessen már. Ne lehessen. Jó. Ne lehet. Nem lehet. 3, 2, 1. Citrom. Marakuja. Marakuja. Honnan jut ilyen eszedbe? Nem tudom. Na. 3, 2, 1. Szőlő. Ja, te ezt nem mondtad. 3, 2, 1. Narancs. Jó, amikor nézzük egy következő kategóriát, azt mondom, hangszerek. Jó. 3, 2, 1. Hegedű. Jó, 1 pont. És akkor semmi egy volt. Pont kinek? Nekünk. Mind a ketten mondtuk. Nekünk 1 pont közösen. Itt jó, a játék egyébként, hogy mennyire vagyunk összhangban. Mondom a következő kategóriát. Akkor miért nem kapcsolódunk egymásra jobban? Hangolódj. Félek. De gyerünk. Édességek. 3, 2, 1. Nutella! Jinx! Azaz! De ki fog ebből a játékban nyerni? Ez egy öröm. Az öröm hormonokat termeljük. Figyelj, eddig 2 pontunk van. Automárkák. 3, 2, 1. BMW. Miért nem azt mondod, amit van? Jogos. 3, 2, 1. Hyundai! 3, 2, 1. Opel! Jó, mondom a következő kategóriát. Testrészek. Oké! 3, 2, 1. Kuki! Elfogadom! Érezzük mindenkinek először. Jaj, de jó! 3 pontunk van. Mondom a következő kategóriát. Fiú nevek. 3, 2, 1. Vilmos!
Jó. 3, 2, 1. Krisztián! Figyelj. Ki a Krisztián? Jó. 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 Jó, megvan, ugye tudod? Jó, jó, jó. 3, 2, 1. Gyuri! Még volt? Csodálatos. Jaj, de jól rávezettél, ez olyan szép volt. Énekesnők. Jó. 3, 2, 1. Demi Lovato! Megnézni, hogy másra, hogy játszod ezt a játékot. 5 pont. Tök jó. És most én mondhatok egy kategóriát? Mondj egy kategóriát. Amúgy nem gondolkoztam rajta. Várjál, mik léteznek a világon? Mondjuk... Halak. Halak, jó. 3, 2, 1. Cápat! Miért a cápa leghíresebb hal? Nem. Hát... A cápa nem hal? Hát mi számít halnak? Hát mi számít halnak? Hát ami, halnak? Én úgy értem, a halat az alakja miatt. A halak... A vízi halak. Vízi állatok. Állatok, jó. Jó. De akkor víziló is lehet. De, jó, de halak. Olyat, olyan halak. Jó, de mondjuk tudok egy másik halat, ami a kedvenc halom, azt fogom mondani. 3, 2, 1. Csikóval! Ez lett volna a másik tippem. De miért a bálna lenne a kedvenc halom? Nem úgy értettem. Jó, akkor mondok még egy kategóriát. Utolsó. Filmek! Filmek, jó. 3, 2, 1. Harry Potter! Juhu! Jön a következő játék. Vagyjál meg! Jön a következő játék. A játék, amit játszani fogunk, a címe a Felelsz vagy Nyelsz című játék. Ezt kivel találtad ki, Attila, ezt a címet? Voltak kis közös produkciók. Ezzel leplek meg téged, jó, ezzel a játék. Na hova? Elmondom a játék lényegét. Előtted meg előttem is van 3-3 darab kártya. Egymásnak fogunk kérdéseket feltenni, meg lehet válaszolni a kérdést, akkor nem történik semmi, de ha nem válaszolja meg valamelyikünk a kérdést, akkor az asztalon található finomságok közül kell egyiket elfogyasztania, amit a kérdés feltétele előtt kell kiválasztani a másiknak. Mutatom, hogy mik találhatók az asztalon. Itt egy kis tonhal, vanília cukorral és mézzel. De miért kellett így elrontani szegény tonhalat, megaláztad meg. Itt egy kis sát található, amiben mondom, hogy mi van. Tej, ketchup, chili, gyömbér és egy csipetnyi só, illetve a nagy klasszikus, a hagyma. Fruzsina, kezded vagy kezdjem? És a víz nincs benne? Hát az csak lélekerősítőnek van. Kezded vagy kezdjem? Kezded. Jó. Akkor én első körben azt mondom, hogy neked a tonhalat választom. És mondom az első kérdést. Na. Fruzsina, nagyon sokszor megfordultál az RTL reggeli című műsorban. Igen. Mondj egy olyan műsorvezető, akinek szerinted nem lenne ott a helye. Akinek nem lenne ott a helye? Biztos, hogy tudod rangsorolni őket. Műsorvezetői tippesünk alapján egy valakit, akit a lista a végére raknál. Ki lenne az? Vagy fogyaszt el a tonhalat? Akkor inkább megeszem a tonhalat, mert ki vagyok én, hogy megmondjam, hogy ki nem való oda. Még akkor is, hogy a civilben mindenkinek van véleménye. Ez a játékszabály. Én is ugyanis. De nem eszem meg az összeset, mert... Hát csak egy tartást. Haragszom ezért a kérdését. Jöhet a második kérdés? Sorolt fel 3 exedet, és tedd őket sorrendbe, az alapján, hogy melyikkel volt a legjobb, és melyikkel volt a legkevésbé jó. Mi az élet, vagy mi? Új összességében? Az összességében, az együtt töltött idő. 3 exedet. Hát, amúgy ezt lehet, hogy megválaszolom. Már mit választok neked akkor? Ha nem válaszolom meg? Igen, mert nem választottam. Kérdés előtt kellett volna, hogy választom. Ja, hát akkor mondja, mit válaszol. Hagyma. Ja, az a legjobb. Szóval, hogy hát például volt az első szerelmem a Joci, őt nagyon szerettem, volt a másik szerelmem a Zoli, jaj, hát vele veszettem a szüzességemet például, és hármat kell mondanom. Igen, Joci, Zoli. És akkor...
Amúgy belátom nehéz őket összehasonlítani, mert már más szakaszomban jöttek, és amúgy régen nagyon sok szerelmem volt. Nagyon mindig azt történt, hogy fölírtuk, ha mindig az én, a Fruzsina szerelmi életét így ábrázolni lehetett egy nagy táblán, szóval elég kusza volt, de egyébként jó, tehát nyilván arra lennél kíváncsi, hogy a mostani szerelmeim közül vagy több van, úgy értem, hogy a legutóbbi évekből, de... Én csak párról tudtam, tudod, hogy kikről, hát nyilván akikről tudtam, azokról tudtam, de ezekről például nem is tudtam, vagy nem tudtam, hogy neked régen ilyen... Hát nekem több fontosak egyébként a régi szerelmeim, mármint ugye az első szerelmeim. Én nekem, mármint hogy most is úgy gondolok rájuk, hogy nagyon... Ja, meg volt egy... Hát igen, mondjuk benne nem voltam együtt, mert csak lehet, szerelem volt. Várjál, mindjárt. Szóval Jóci, és még van Jóci, Zoli, és még a Peti volt ilyen középiskolás szerelmem, és szerintem a legjobb ezek közül Zolival volt. Zoliban az első helyen. Igen. Azután Jóci, az volt az első szerelem, és ez nagyon klassz volt, és aztán jön a Peti. Peti marad a harmadik helyen. Jó. Válasz neked valamit, és tedd fel a kérdést. De mit ittál meg eddig? Azt? Tonhalat választom neked. Jó. Ja, igen, felkettem egy kérdést. Mi a legcikibb dolog, ami valaha történt veled, de senkinek nem mondtad el? Hát azt nem véletlenül nem mondtam el senkinek. Még nekem se? Soha? Szerintem egyébként minden embernek van egy olyan titka, amit senki nem tud. Csak szerintem ő. Több is van. Hát több is, de hogy egy biztos, igen, hogy egy biztos minden embernek van. És szerintem az a ciki sztori is oda tartozik, hogy a leges-leges-leg ciki. De előbb azt mondja, hogy mostanában történt, vagy felnőtt korodban, vagy még gyerekkorodban, vagy valami ilyesmi? Hogy milyen időszakodban? Hát egy pár éve. Egy pár éve? Igen. Az már akadémián? Már ismertük egymást? Igen. De... És nyilvánosan történt, vagy nem? Egészségedre. És én ott voltam? Ez nem finom. Nagyon rossz. Érzem, ha van ugye a cukornak. Szóval én ott voltam, vagy nem? Na jó. Fú. Nem tudom lenyelni a tonhalat, mert ilyen száraz. Pedig mindent megtettél, hogy ne legyen száraz, mert mézzel is leöntötted. Fú. Na, jöhet a harmadik kérdés? Uh-huh. Készen állsz rá? Igen. Fogd fel ezt a kérdést viccesen, jó? Jó, viccesen. Fruzsina, nagyon sok csodás színésznővel játszol együtt a Barátok Közt című sorozatban. Ha rangsorolnod kéne őket 1-től 3-ig, 1 a legtehetségesebb, 3 a kevésbé tehetséges, milyen sorrendben állítanád őket? Nagy Alexa, Bátyai Évi, Varga Iza. Én hogyhogy nem vagyok ezen a listán, amikor én vagyok a legtehetségesebb. nem rangsorolom őket, mert nagyon szeretem őket, és mindegyiknek más értékeik vannak, és másban jók. Correct. És a diplomatikus válasz is igaz is. Hagyma. Hogy hagyma, mert az maradt. Milyen kis finom, szolid, nyíljás. Elharaptam a nyelvemet. Ne. Te jössz. Mi maradt? Nekem a hagyma maradt. Harmadik kérdés. Mennyi pénz van a bankszámládon? Hát oly kevés, amit hogy... nekem átutalsz. Oly kevés, hogy ez szerintem kínos lenne elmondani, úgyhogy inkább választom a azért, hagymát. Mert gondolom a svájci bankszámládon sokkal több van, ott van egy igazi. Tudod, én szeretek a részvényekbe befektetni. Ja. A hagymát soha. De hogy bírsz ekkorát harapni? Mert bevállalós vagyok. Pofor. Jaj, nekem még mennem kell innen valahova. Még egy harapás. Figyelj, de vajonnak a nézői kérdések. Még a hagyma hatásra vagyok. Fruzsina, most de miért mit Fruzsinának, amikor... Tudod, jó. Egyébként hogy szereted, hogy hogy szólt? Hát Fruzsi, hát a Fruzsinának anyukám szólít, amikor ideges rám. És gyakran szokott ideges lenni rád? Hát mostanában nem annyira... Tudod, nem élünk egy háztartásban, és így nem, de amúgy kiskoromban nagyon sokat mondta meg az, mert már a görgényi Fruzsina az már pokol is ki, tudta, mi vár rám. Amúgy nem tudom, hogy mi szólítanak most Fruzsinának, de akkor Fruzsi. De képzeljétek el, ezt el kell mondjam, hogy amúgy nagyon jó gyerek voltam, mert anyukám, mikor tudom, hogy valami rosszat csináltam, akkor mindig az a büntetést dobta ki rám, hogy nem ehetek édességet. És képzeljétek el, hogy én annyira jó gyerek voltam, hogy elmentem az iskolába is, simán bementem volna a büfébe és eltem volna egy sportszeretet, de betartottam. Soha nem jött volna rá, hogy egész nap csukit eszem a büfében, és betartottam. Példaértékű a viselkedés. A lelkiismeretem van.
Na figyelj, a nézői kérdéseket, ezt egyébként a kedves nézőknek is mondom, az egyik social media oldalon csináltam egy csoportot, amiben 20 tag van, és oda mindig beírom a neveket, és ők teszik fel a nézői kérdéseket, szóval az én lelkiismeretem tiszta, én csak a nézők kérdését továbbítom feléd. Az első az így hangzik, tudsz-e énekelni? Tudok énekelni, és szeretek is énekelni, csak volt egy ilyen fülproblémám, hát igazából van néha előjönni stressz hatására, és emiatt ezzel egy kicsit le kellett állnom, de szeretném most ezt a vonalat újraéleszteni az életemben. Értem. Szóval... Én nagyon várom egyébként, hogy szóval... újra legyen ez a vonal, mert ugye játszottál musicalben is. Igen. Musicalekben. Igen, csak ugye szerettem volna továbbfejleszteni a hangomat, és volt, hogy úgy mentem el énekórára, hogy ugye kifizettem pokoli pénzeket, hogy egy órát tudjuk, hogy mennyibe kerül egy énekóra, és a fele órától kezdve nem tudtam énekelni, mert előjött ez a fül probléma. Hát remélem, hogy mindjárt előbb megoldódik ez a probléma, és hallhatjuk csillingelni a hangot. Mondom a következő kérdést. Mi volt az eddigi legdurvább cikk, ami megjelent rólad? Hát az, hogy terhes vagyok. És miért nem? Nem, de az eleve azért volt, mert a Csabival kitettünk egy olyan képet, hogy volt rajtam egy gyűrű, egy bizsú gyűrű, és akkor már rögtön megértek, hogy akkor biztos eljegyzett, és akkor erre mi kitettünk a hasamat, és csináltunk egy ilyen, hogy hívják ezt, hacket. Már minden a halva. Mit? Hát tudod, hogy meghekkeltük a médiát egy kicsit. Ja, hogy, nem megprenkeltétek? Vagy megvicceltétek? De valami olyasmi is, de nem ezt a szót szoktam használni. Jó. De hogy meghekkeltük a médiát egy kicsit, és megtréfáltuk. Mert ilyen tréfarépák vagyunk, és tényleg megírták, hogy akkor már terhes is vagyunk. Örülök, mindent elhisznek. Igen, mindent. Ez a világ legsikeresebb műsora, hát megírja valaki. Na, mondom a következő kérdést. Milyen a viszonyod a szüleiddel? Milyen a viszonyom a szüleimmel? Hát anyukám nekem a minden, ő vele nagyon jó a viszonyom, majdnem minden nap beszélünk, sőt a tehetjük minden nap, csak nem itt él velem. Apukám viszont külföldön él, már idestova 6-7 éve, úgyhogy vele kicsit, hát kevésbé beszélek. Értem. Mondom a negyedik kérdést. Mi fontosabb számodra, a gyerekvállalás vagy a karrier? Jelen pillanatban a karrier. De csak azért, és ezt mindig hozzászoktam, mert mindig el kell mondani, ezt is megírják, vigyázz. Igen, tehát hogy azért, mert nem akarok egy olyan anyuka lenni, mint sajnos sok ilyen példát látok magam körött, hogy érzem az anyukám, hogy van egy gyerekem, de amúgy még nem éltem ki azt, hogy meg kell mutatnom magam, meg kell valósítanom magam, és ez bizony a gyerek szívja meg. Még akkor is, a gyerekkel még akkor se tudsz eleget foglalkozni, amikor 0-24-ben ott vagy, mert a gyerek ezt a pici nem törődést, ezt a pici oda nem figyelést is megérzi, és ezért én semmiképp nem akarom ezt a hibát elkövetni, hanem majd, ha gyerekem lesz, lehet, hogy 3 év, lehet, hogy 2 év múlva, akkor teljesen rá tudja koncentrálni. Értem. Korrekt. Jöhet az utolsó kérdés? Yes. Ki a legfontosabb személy az életedben? Anyukám. Én köszönöm szépen. Anyukám. Sajnálom. Jó, elfogadom. Igen, ő a legjobb. Fruzsina. Meg én magam! Hát nyilván az embernek saját magad legyen a legfontosabb. Igen. Remélem, hogy jól érezted magad. Csodálatosan éreztem magam, és még fogom is érezni, még egy óra múlva is, meg még egész este a hagyma miatt. Köszönöm, hogy a vendégem voltál. Várunk vissza majd a sokadik évad valamelyik epizódjában. És hétfőn érkezik egy extra epizód, amiben az adásból kivágott jelenetek lesznek majd láthatóak, illetve extra. Abban lesz kivágott. Abban lesz bőven. Illetve abba extra tartalmak. És tudjátok a dolgotokat, hogyha van véleményetek, akkor azt... Ha van véleményetek, már pedig biztos, hogy van, akkor írjátok meg kommentben, és ne felejtsetek el feliratkozni, kis csengőt nyomni, Fruzsinát, és engem is követni mindenféle szosra. Kis csengőt? Értesítés a YouTube-on. Szóval kövessetek minket a social oldalakon is, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Fú, te olyan sokan értek nekem, amíg nem értem. Videó és fotóstúdió, felszerelések bérlése. Műsorunk technikai partnere a digitalworld.hu. Privát rendezvények, workshopok, fotózások. A helyszínt a Chill Home Studio biztosította.